Sinka István három öreg. SZENK. Azon a délelőttön, ha nagy eső nem esik, az öreg vakarcs lábát széttapossa a bivaj, mint holmi fiatal sárga répát. A dolog úgy történt, hogy délutánra járván az idő, az öreg bivajos takarmányt húzatott zöld csalamádét. A két bivaj a két fekete behemót oldalukat összevetve, lábukat kifele feszítve erőlködött. Nagy volt a teher. A négy kerék sírt, a járom recsegett. Öreg vakarcs csendes szóval biztatgatta őket. A fejükkel egy irányban lépdelt, egészen közel, úgy, hogy a rudas bivajnak nagy szőrös füle az ingederek derekát legyezte. Vakarcs nem vigyázott, a megszokott mozdulatokkal járt, de megcsúszott a sárban, s lassú öreg lába a bivaj kegyetlen talpa alá került és egy-két pillanat erejéig ropogott, mint a csirkecsont. Ahogy a bivaj tovább lépett, akkor húzta ki lábát az öreg, mi a sárba benyomult egész a száraz földig. Valami nyafka fiatal elájult volna azonnal. Az öreg azonban először szólt a bivajoknak, s azok megállottak. Aztán leült a sárba, lábaszárát két kézre fogta, s lába fejét felemelte. Véres bőr, csont és sárcsimbók volt az az egész, nem lábfej. Fekete palacsinta, miből minden oldalról pisított a vér. Na bizony, sziszekte, ezzel ezután már nem sok nyúl után futok. Aztán a vastag, erős kamzsinyérre támaszkodott, fél lábbal vonszolva magát, a rút szárnyra ült, szólt a bivajoknak, s annak rendemódja szerint behúzatta a csalamádét a majorba. Utána a kútnál megmosta a lábát, és kapcából nagy bubát kötött rá. Hajnalra már nem tudott lábra állni, és utána még öt napig vergődött embertelenül és akkor ötöd napon megszőrösödve, lesoványodva, reszketve az uraság elé állott. Hát, Kendel, mi van? szólt rá az uraság, nagyságos kövér Tihamér úr. Eltaposott a bibaj, nagyságos uram, azaz, hogy a lábam fejét. Miért nem vigyázott, Kend? Igen, nagyságos uram, lehet, hogy nem vigyáztam. Megcsúsztam. Sár volt. Hm. Az csúnya? Csúnya, igen. Azt már a térgyemig dagadt. Motyogta bivajos vakarcs, és kezdte a lába fejéről lebontani a bubát. Mikor a nagyságos úr meglátta a szörnyű lábat, maga is meghökkent. – Hát ez csak ugyan csúnya, – mondta, és elfordult. – Az nem baj, nagyságos uram, hogy csúnya, csak el ne öntse a sebvíz. – A sebvíz? – Az, nagyságos uram, a sebvíz, mert akkor végem van. A nagyságos úr megnézte jól a lába bubájával bajlódó sápat, összetört kis öregembert embert, s megkérdezte. – Hány éves kend? – úgy 70 körül lennék, nagyságos uram. 70 körül. Hm. Aztán félkent, hogy meghal? Hát meddig akar kendélni? Hát addig, nagyságos úr, ameddig elrendeltetett. Ameddig elrendeltetett, fortyant fel a nagyságos úr. Hát ide hallgasson, Kend. Kendel együtt már három ilyen tehetetlen ember van a majoromban. Kend az egyik, az öreg poszák, a féllábú a másik, elszaladt véle a ló, nagyságos uram. Úgy történt, az az árokba fordult, mentegette, mint egy önmagát is a bivajos. Aztán az öreg burbuj, a csonkakezű, a szecska vágó vágta le neki, uram. Miért nem vigyázott? Azt akarom mondani, gyógyítsak en magát, meg. Ha úgy tetszik, aztán menjen ki a másik két vény nyomorékhoz, mert a kent lábából már nem lesz láb, ahogy én látom. És tengeri csőszök lesznek kentek. Tengeri törésig. Aztán meg hát nagy a világ. Értikend, ugye? Értem. Nagyságos úr, de... De? De ott van még tengeri törés utána búzavetés. is. Varnyúcsősz kell oda. Varnyúcsősz. Jó. De aztán gondoskodjon kentekről, mindegyikről a családja. Nincs, nagyságos uram. Az asszonyok meghaltak, a gyerekeket meg elvitte a háború, elpusztultak. Egyedüli magányos emberek vagyunk, mind a hárman. De kihaltak kentek. Zúgott Tihamér úr, mint valami főúri családok. Amit mondtam, mondtam. Köszönjön, kend, azt mehet. Öreg vakacsnak két ágú gajból volt a mankója, és a két ág köze valami ruhafélével kibélelve, hogy ne törje a hóna Azon nyögve keserűen elbicegett. Késő ősszel, mikor a szálló csapatok mindegyike meggyőződött arról, hogy már nincs csírázó búza maga földben, mert mind kikelt, három öregember ember topogott a homokbánya fele. Egy féllábú, egy másféllábú és egy csonkakezű, vakarcs, poszák és gorboly. A homokbánya hosszú kemenceszerű üregével mélyen benyúlt a föld alá. Szája meg volt gyámolítva, hogy bene omoljon. Alul küszöb, fölül szemöldökfa, és a kettő között három ágas tartotta a roppant súlyt. A szemöldökfa már meg is volt hajolva, itt-ott szilánkok szegeződtek ki belőle jelezve hogy erőt vesz rajta a bánya hatalmas, vastag homloka nem sokára. Hát, itt volnánk emberek, mondta rekedten poszák. Itt tűnődött el gurbulj. Igen, itt vagyunk, suttogta Bakarcs, s megszemlélte a homokbánya száját. Beléptek a bányába, be egész a legvégibe, s ott lerakták a cókmókjukat, a bográcsot, a szűrt, a szógafát, a tarisznyát. És mikor takarosan elrendezték, vakarcs megszólalt. Hát, ha azért jöttünk ide, amiért jöttünk, akkor hajtsuk is végre senkink sincsen, semmivé vált az élet. Semmivé, mondta Gorbúj. Az bíz. Semmivé. Ült le a szűrére poszák. És ültek, és hallgattak ott mozdulatlanul. Nem hallották, inkább érezték, hogy a világ teréből, és az időből, a megsemmisülés percei feléjük rohannak. Kívülről sárga őszi fény sápadozott be hozzájuk, se világításban úgy nézték egymás arcát, mint valami régi fakó táblát, mire mindegyik őjüknek valami emléken túli történet van, elmosódottan följegyezve. S ami föl volt jegyezve, azt már nem is akarták, nem is tudták onnan leolvasni, csak az öregség és a magányosság görbéit ismerték ott, meg azt a csöpnyi, még most beíratlan kis részt, ahova az elkövetkezendő perc majd beírja az öröktitkot, amit meg nem fejt többé az örökké valóságban senki. Majd befolyik az a homok közé, és olyan lesz, mint a semmi ültek szótlanul. És mivel poszák már alig tudta elviselni a kibírhatatlan csendet, megszólalt. Hát bizony, hogy jön ez a tél is, né? Hova is mehetnénk máshova? Nincs máshova, szólt halkan gurbúj. Meg aztán így határoztunk. Vakarcs pedig felállott, kezébe vette a nagyfokú öreg fejszét, előre bicegett, rossz lábával megtámaszkodott a tárna szélibe, és ahogy öreg keze bírta, nagy kótogással kiverte a szemöldökfa alól a szélső ágast, aztán a közbülsőt, aztán visszamászott, s leült ő is a szűrire. Így kell ennek lennie mondta. Így. Ismételte utána a másik kettő. S amíg szóltak, a bánya mennyezetéről itt-ott homoksugarak pisítottak az üreg belsejébe. Utána valami nehéz moraj hallatszott, mintha nyögött volna a bánya boltozata. Aztán szédítő, súlyos dobbanás hallatszott, olyan, mint amikor a mennykő megüti a földet. A bánya eleje beomlott, és száraz hűvös sírkamrába zárta be a három öreget, kik úgy éltek, mint sok igában megtört emberek, és úgy haltak meg, mint az árvák. Úgy temetkeztek el, mint sok ezer évvel ezelőtt meghalt Sumér királyok.